Na, sziasztok, skacok, itt lennénk a Kérdezz Feleleknek a második részével. Na hát akkor először is a értelmes kérdéseket megint leírtam ugye egy cetlire. Először is az értelmes kérdésekre fogok válaszolni, utána pedig majd válaszolok a értelmetlen kérdésekre. Azt azért válaszolok az értelmetlen kérdésekre, mert megkértek az osztálytársaim, hogy tegyem bele a videóba azokat is, és az ők kedvükért ezt most bele fogom tenni a videóba. Na hát akkor skacok, csapjunk is bele a lecsóba. Hát jó, csapjunk bele a lecsóba, gyerekek. Na hát akkor az első kérdés, miért jó, hogy befestem a hajamat? Hát nem jó, hogy befestem a hajamat, mert ugye a hidrogén nekem kicsípi a fejbőrömet, és hát csak kipróbáltam azokat a színeket, amelyike nekem megtetszettek. Na, hát akkor térjünk is rá a második kérdésre. Hányféle színt használtam a hajamra eddig? Hát eddig összesen 3 színt használtam a hajamra. Ugye volt a piros, vagyis hát az ilyen sötét bordó színű volt inkább. Volt a szőke, meg most ugye van a fekete séró. Na, hát akkor térjünk is rá a harmadik kérdésre. Milyen színt akarok még kipróbálni? Hát most per pillanat meg szerintem több szín nem is fogok én kipróbálni, mert más színek nekem nem tetszenek. Ez a fekete eddig, meg a szőke megtetszettek, de többet nem is szeretnék kipróbálni. Na, hát akkor térjünk rá a negyedik kérdésre. Hány feliratkozó a célom? Hát gyerekek, nekem lehet, hogy most hülyén fog hangzani, meg lehet, hogy nem is lesz meg. Nekem most a 100 000 feliratkozó a célom, és hát azt szeretném egyszer elérni, mert ugye azt hiszem 100 000 feliratkozónál kapok YouTube díjat. Na hát akkor térjünk rá az ötödik kérdésre. Miért kezdtem el videózni? Hát én azért kezdtem el videózni, mert ugye néztem a youtubereket, és hát nekem is megtetszett ez a videózás, meg hát kedvem van ezt csinálni, meg szerintem jó dolog videókat készíteni, meg el lehet vele lenni hasznos idő. Na hát akkor térjünk is rá a hatodik kérdésre. Mi a kedvenc tantárgyam, és mit utálok a legjobban? Nekem a kedvenc tantárgyam az az angol, mert és azért a kedvenc tantárgyam az angol, mert meg szeretnék tanulni angolul. Ugye a játékokhoz az angol beszéd kell, az angol leginkább a játékoknak. Hát egy csomó játéknál az angol beszéd kell. És mit utálok a legjobban? A legjobban én a természetet utálom, és a történelmet, azokat ki nem állhatom. Na hát akkor térjünk rá a hetedik kérdésre. Mi a kedvenc halfajtám, és mekkora volt a legnagyobb, amit fogtam? Nekem a kedvenc halfajtám, ugye minden álmom, hogy fogjak egy harcsát, és hát az jó lenne, mert emlékezetessé tenné az életem, de hát ez majd alakul, és tényleg minden álmom, meg a kedvenc halfajtám is a harcsa. És mekkora volt a legnagyobb, amit fogtam? Nekem a legnagyobb halom, amit én fogtam, az egy 4,5 kilós ponty volt. Azóta meg nem fogtam nagyobbat. Na hát akkor térjünk rá a 8. kérdésre. Milyen videósokat nézek? Én először is kezdem a kedvenc videósommal. Ő a nagy példaképem, B-Turbo. Őt szeretem a legjobban, tényleg nagyon jó videós, nagyon nagy arc. Imádom, nagyon jól csinálja a videókat, és csak ajánlani tudom nektek, tényleg nagyon jó videós. Turbo. Na hát akkor még ugye Barnit szoktam nézni Dövéjárt, meg Dazist is szoktam nézni, és más ilyen
nagyobb videóst nem is szoktam nézni. Hát még miket szoktam, milyen videósokat szoktam nézni. Most ennyi jut eszembe. Több videósokat jó, szoktam nézni, de most több nem jut eszembe. Hát akkor tegyünk is rá a következő kérdésre, a 9. kérdésre. Hány éves vagyok? Szóval én hány éves vagyok? 15 éves vagyok, július 27-én leszek 16, igazaz még hol van, még jó pár hónap. Na hát akkor térjünk rá a 10. kérdésre. Szerinted jó lett a TVD játék harmadik szezonja? Meg kell, hogy mondjam neked, nem tudom, hogy ki írtad ezt a kérdést, azt hiszem Balázs, hogy még nem játszottam a Walking Dead harmadik szezonjával, de remélem, hogy egyszer kifogom azt is próbálni. Na hát akkor térjünk rá a 11. kérdésre. Ez az utolsó kérdés az ilyen értelmes kérdéseknek. Milyen játékokkal szoktam játszani? Konzol per gép zárójelbe téve. Na hát én akkor szoktam konzol játszani, ugye Xbox 360, Xbox One-on szoktam játszani, amikor megyek az unokatesóméknál, akkor is Call of Duty-zok, akkor Battlefield-ezek, meg ilyenek gépen, meg mióta leégett a gépem, azóta nem játszok, mert ugye majd kell vennem. Azelőtt, amikor még megvolt a gépem, akkor játszottam a Far Cry játékkal, az egyel és a kettővel, meg még a... Mivel játszottam? Assassin's Creed-del játszottam egy csomót. Ja, na hát akkor ennyi is lenne ez a kis, ennyi is lenne az értelmes kérdések. Most térjünk rá az ilyen retardált, értelmetlen kérdésekre. Na, akkor mondanám is az első értelmetlen kérdést. Szerinted, ha, szóval én, ha a démon van a házban, és a spirituális energiámat használom, hogy megszabaduljak tőle, az beválhat, vagy áldozzak inkább kecskét. Hát meg kell, hogy mondjam, a spirituális erő az nem hat, áldozzál inkább kecskét, mert én is áldoztam kecskét. Szóval ezt csak ajánlani tudom. Na, akkor térjünk rá a második retardált kérdése. A nokedlit milyen erővel kell szaggatni? Hát meg kell, hogy mondjam, én szoktam a nokedlit szaggatni, 1, 2, anyám szokta a nokedlit szaggatni, 3, úgy csinálja, mint a gép. Szóval ilyen automata, ugye, mint az állat. Na mindegy, hát akkor térjünk rá a 4. retardált kérdése. A pörköltet olajjal vagy zsírral indítsam? Hát... Én azt ajánlom neked, hogy a pörköltet olajjal indítsad, zsírral, hát végülis ugyanaz az olaj meg a zsír, szóval semmi különbség nincs, de olajjal szerintem finomabb. Na hát akkor térjünk rá a nem tudom én hányadik retardált kérdésre. Csirkecombból vagy csirkefarhátból ajánlasz inkább pörköltet? Hát én pörköltet csirke. Farhátból szoktam csinálni, ugye a combot azt meg kell sütni a sütőbe, én farhátból szoktam a pörköltet csinálni. Na hát akkor térjünk rá a következő. Hát mégis ezt nem írtam le a papírra. Ez nem retardált kérdés, szóval ez egy ilyen értelmes. Ezt Alex Bangótól kaptam ezt a kérdést, ugye, aki megnyerte a Walking Dead-es pólót. Egy apokalipszis kezdetén egy profi orvost, vagy egy profi katonát vinnél magaddal? Hát én magammal egy profi orvost vinnék, azért, mert ő talán fel tudná fedezni, vagy hát találni a ellenszert a zombi apokalipszis ellen. Na hát akkor térjünk rá az egyik retardált kérdésre. Utálom ezt. Te hogy csinálod a zacskós levest? Na. Én a zacskós levest úgy szoktam, hogy elmegyek a Tesco-ba először is, veszek zacskós levest, aztán jó felforralom a hideg vizet,
jó meleg legyen. Aztán egy pohárkába ilyen bögrés leves pohárkába beleszoktam önteni a vizet, aztán rá az acskos levest. Így tehát most válaszoltam erre a kérdésre, és remélem sokat segítettem ebben, és enni fogsz zacskós levest. Igen. Hát akkor térjünk rá a következőre. Akkor beleugranák egy kaktuszba egy zacskó kifli száraz csücskéért. Én biztos, hogy nem ugranak bele egy zacskó száraz csücske kifléért, mert szarom le az egészet. Pontosabban ezek a hülye retardált kérdések már itt vagyok velük, mert van még egy pár ilyen hülye kérdés. Na, hát akkor térjünk rá a következőbe. Ha álmomba kerget egy néger, mert meg akar izélni, leugrasz egy szakadékról, vagy megengeded, hogy megizéljen? Hát, én nem akarom, hogy megizéljen, szóval inkább leugranák arról a szakadékról, mint hogy meg izéljen az a néger engem. Még álmomba is leugranák. Szóval inkább leugrak a fenébe, mint hogy megtosszan egy néger. Hát akkor térjünk rá a következő kérdésre. Akkor Mózes hány állatot vitt a bárkára? Hát én nem tudom, hogy Mózes hány állatot vitt a bárkára, mert nem néztem, nem tudom én, azt hiszem ez a Mózes. Mi van? Azt nem is Mózes vitte, hanem Noé, nem? De Noé vitte őket a izé bárkára, és nem tudom hány állatot. Szóval egy fogyatékos kérdés. Na mindegy, nem érdekel. Térjünk rá a következőért. Retardált kérdésre. Miért olcsó az Aldi? Most gyerekek, most tényleg most itt tartunk. Miért olcsó az Aldi? Ilyen kérdések jöttek Facebookon keresztül. Miért olcsó az Aldi? Egy, az Aldi nem olcsó, kurva drága. Elnézést a csúnya szóért, de tényleg nagyon drága. És ne menjetek az Aldiba vásárolni. Tudom, megy ez a reklám, hogy az Aldi olcsó, az Aldi így olcsó, az Aldiba minden olcsó. Nagy rakás, faszt, nem olcsó egyáltalán az Aldi. Nagyon drága. Múltkor vettem ott egy ilyen izé, egy szaros sütit, baszki, fizettem 250 forintot, amit a Tesco-ban megkaptam volna 80 forintért. Vagy 150-ért, nem 250-ért. Gyerekek, hol tartunk itt? Mi? Az Aldi olcsó, persze, olcsó, a nagy. Azt olcsó. Na, hát akkor.